Országszerte több ezer adóhivatali alkalmazott lépett ma spontán sztrájkba, nagyobb béreket követelve. A felháborodást az váltotta ki, hogy november 1-től kormányrendelettel a pénzügyminisztérium és az adóhivatal bukaresti alkalmazottainak bérét több mint 60%-kal emelték. A vidéken dolgozók fizetését azonban ez a kormányrendelet egyelőre nem érinti, így az ügyfeleket ma zárt ajtók fogadták. Arra egyelőre senki nem válaszolt, hogy mi történik azokkal az adófizetőkkel, akik emiatt lekésik a határidőt. Kötelesek lesznek-e kifizetni a késedelmi kamatot?